azoknak az embereknek szeretnénk üzenni, akik szabálysértésre vagy bűncselekményre ragadtatják magukat. Azt üzenjük nekik, hogy a Verga ZRT, de mind a 22 állami érvényesítőség jogazdaként figyel a rábízott állami értékekre, óvja a természeti erőforrásokat, és együttműködünk a rendőrséggel és más olyan szervel, aki erre hivatott, és a nap 24 órájában kint vagyunk. Büszkén mondhatom azt, hogy a mai napon egy olyan együttműködés megállapodást értékelünk, amelyet valamennyi együttműködő sikeresnek ítélt, vagy példaértékűnek tart. Engedje meg a két rendőrbarátom, hogy a Verga nevében egy emléklapot és 50 000 forint jutalmat átnyújtsak neki. Először Csaba Ákos szeretném kérni. Csaba Ákos, köszönöm szépen. Szólítanám kellene egy ura, József mester ura. Az év végére sikerült visszaszorítanunk, tehát azokat a jogsértő cselekményeket elkövetőinek az elkövetések számát, amit a korábbi időszakban mondjuk prognosztizáltunk. Az erdőterületekről a faluplások száma jelentősen csökkent, tehát azok a bejelentések, amelyek az erdő birtokosságokról, az erdőgazdálkodókról érkeztek, ezek jelentősen csökkentek. És ezeknek az kárérték, okozott kárértéke is több milliós összeg, amit sikerült ezzel megelőzni. Nem mondom, minden elkövetőt elfogtunk, hiszen akkor becsapnám önöket, de minden eszközt megragadunk annak érdekében, hogy ez az együttműködés, illetve ez a felértő munka eredményes legyen. Ugye 2014. december 8-án kaptunk egy lakossági jelzést, ami arról szólt, hogy Hajmáskér melletti erdőterületen, mely a Verga ZRT-hez tartozik, orvadász tevékenység folyik feltételezhetően. Területet a Verga ZRT munkatársainak bevonásával ellenőriztük, megállapítottuk, hogy a turkos módszerrel követik el magát az orvadászatot. Szemlekerülte folytatásra a szemle keretébe megtalálása került egy szarvastehén tetem, illetve annak a maradványa, illetve egy vaddisznó, annak a feje. A területet megállapítottuk, hogy az biztos, hogy folyamatosan visszajár oda az elkövetőnk, ezért ellenőrzés alá vontuk, folyamatosan figyelőszolgálatot szerveztünk, és december 19-én a délutáni órákba érkezett meg az elkövetőnk, amikor is tetten tudtuk érni, el tudtuk fogni ott a helyszínen. Házkutatás során több mint 3 kg vathús került lefoglalásra, engedély nélkül tartott Flóbert pisztolyt találtunk, engedély nélkül tartott sörétes puskalőszert, valamint az elejtett vadállatok bőrét, zsigereit és egyéb eszközöket, melyel felszerelkezett az orvadászatra az elkövetőnk, ezeket foglaltuk le. Ez a nyílt puskai és szinget településsel származik. Egy olyan személynél foglaltuk le, akinek a területet telke végében van egy található egy erdőterület, az erdőterület mindegy 200-300 méterre, és ő ott húrkos tevékenységéből, vagy húrok kihelyezésével próbált meg vadat elejteni. Ezeket a húrkokat kihelyezik fákhoz rögzítve, lábhúrkot, vagy adott esetben testhúrkot alkalmazva úgy helyezik el, hogy az állat bele tudjon menni a testével, és az meghúzza maga után, majd annak következtében már csapdába esik, vagy a lábhúrok, amikor belelép, szintén húzza, majd úgymond elakad teljesen, és nem tud már tovább menni, és úgymond saját maga egy helybe szenved, majd elválasztjuk, életét vesztük. Brutális az elkövetési módszer, mert a vad, ami beleesik ebbe a csapdába, akár egy napon keresztül is vergődik, illetve ott szenved, tehát úgy fullad meg szerencsétlen állat. Remélem, hogy az elkövetkezendőkben nagyon-nagyon sokat fogunk együtt dolgozni, a foxvérű vadászok és a foxvérű rendőrök, és nagyon remélem, hogy a statisztikákban és a területen való észlelésben is látjuk azt, hogy kevesebb lesz a falopó, kevesebb lesz az orvadász, kevesebb lesz a szemetelő, kevesebb lesz a károkozó, és kevesebb lesz az illegálisan géppel hajtott járművek tevékenysége is.